Az egri csillagok óta mindannyian tudjuk, hogy a falak ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében van. Vagyis az erőmű biztonsága és teljesítő képessége nem a konténment betonjában, a reaktor acéljában, hanem az üzemeltetők lelkében keresendő. Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója köszöntötte a megjelent díjazottakat és családtagjaikat. Az idei céggyűrű kitüntetéseket Hambas István nyugalmazott vezérigazgatótól vehette át a 20 díjazott. Kovács József, aki művezetőként dolgozik a Paksi Atomerőműben, egyike volt az elismerésben részesülteknek. Ki kell mutatnunk egymásnak azt, hogy hogyan becsüljük meg egymást a munkahelyen, hogyan tiszteljük egymást a munkahelyen, mert csak így tudunk megfelelő módon egymás mellett, egymásnak váltvetve munkát végezni. Így leszünk hatékonyak. A Csengély Dénes Kulturális Központban megrendezett ünnepségen a díjazást követően a Varidens társulat lépett fel, akik a ma ember által is könnyen befogadható módon mutatják be az autentikus magyar néptáncot.